Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Mini bölcsőde, hiába nyertek, nem tudják kezdeni a felújítást Kakasdon. Darázs invázió, ellepték a rovarok a szőlőket, kerteket. Biztonság hete, rendőrök és katasztrófavédők látogattak el egy szexárdi iskolába. Összecsapás, az Újpest futballcsapatával mérkőzik meg szombaton a Bátaszé. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hiába nyert Kakasd 170 millió forintot top forrásból az óvoda korszerűsítésére és egy mini bölcsőde kialakítására, az építőanyagárak 30-40%-os emelkedésével és a vártnál kevesebb pályázati támogatással 50 millió forint hiányzik a büdzséből. A felújítást azonban csak a pályázatban vállaltak szerint végezhetik, így azonban pénzszűkében nem tudják elkezdeni a munkálatokat, egyelőre keresik a megoldást. Mindig vályog vagy vert fal vályog épület, hogy az alapot kellene újra megerősíteni és visszatérő hatalmá tenni. A kakasdi óvoda vezetője épp azt mutatja, mennyire ráfér az épületre a felújítás. Tavaly júliusban készültek ezek a felvételek. Az intézmény akkor 170 millió forintot nyert megyei topforrásból, nem csak az épület teljes korszerűsítésére, energetikai javítására, hanem egy új mini bölcsöde kialakítására is. Az elnyert támogatás összege azonban 50 millió forinttal kevesebb, mint amivel számoltak. Most ez egy sereg gondnak a forrása, ugyanis az a műszaki tartalom, sőt, még a csökkentett műszaki tartalom sem valósítható meg abból a pénzből, ami rendelkezésre áll, hiszen az elmúlt két évben, mióta ez a pályázat indult, az építőanyagipari költségek azok hozzávetőleg 30-40%-a megemelkedtek. Emiatt a kettős negatív hatás miatt csúszik a kivitelezés. A kakasdi óvodába 65 gyerek jár, nagy részük azonban még nem töltötte be a 3 évet. Sok szülő szeretne visszamenni dolgozni, így a településen nagy szükség lenne a mini bölcsőde minél előbbi beindítására. Az előzetes tervek szerint idén évvégére végeztek volna az átalakításokkal, azonban még az önkormányzat nem teremti elő a hiányzó 50 millió forintot, nem tudnak belekezdeni a pályázatban leírt és vállalt felújítási munkákba. A település vezetése keresi a megoldást, hogy minél hamarabb elkezdődjön a mini bölcsöde kialakítása. Pakson 3 utca felújítása kezdődik meg a napokban egy program részeként, mintegy 83 millió forintból. Ezzel párhuzamosan kezdetét veszik a mintegy 300 millió forint értékű beruházások is, melyek keretében további utcákat aszfaltoznak majd a városban. Aláírás és pecsét került arra a szerződésre, melyet Paksváros önkormányzata kötött a Két Utas Kft.-vel csütörtökön. A Városközpont közterületeinek megújítása program keretében most 3 utca, a Kápolna, a Zsíros köz és a Zrínyi utca egy-egy szakaszának a felújítása kezdődhet meg. Folytatjuk a tavaly ősszel megkezdett folyamatot, amelynek keretében a nagyforgalmú utcáinkat fogjuk aszfaltozni, ugye amelyek már olyan állapotban vannak, hogy igazából felújításra szorulnak. A célunk ezzel természetesen az, hogy egyrészt javítsuk a közlekedés biztonságot, másrészt ugye a gépjárművek által okozott zajterhelést csökkentjük. Az útburkolat javítása mellett a járdák átépítésével a gyalogos közlekedés biztonsága is nő. Emellett megtörténik a vízelvezető létesítmények felújítása, a közlekedési táblák cseréje, valamint az útburkolati jelek felfestése is. Jövő hét szerdán lenne a munkaterület átvétel, akkor el is kezdenénk a kivitelezési munkákat. Természetesen megpróbáljuk úgy megoldani, hogy a legkevésbé akadályozzuk az ott lakók behajtását, illetve közlekedését. A felújítások befejezésére 90 nap áll rendelkezésére a kivitelezőnek. November végére végeznek a munkálatokkal. Addig ezen szakaszokon forgalomkorlátozásokra kell számítani Pakson.
A felújítások 83 millió forintos önkormányzati pénzből valósulnak meg. Szabó Péter polgármester azt is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy 300 millió forint értékben további utcák felújítása is megkezdődik idén ősszel, úgy mint az Árnyas utca, a Bocskai utca vagy a Táncsics köz. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége több javaslatot fogalmazott meg a szakoktatás megreformálásáért. Az egyik ajánlásuk, hogy a szakiskolai és a szakközépiskolai tanulók a mindenkori minimálbér 40%-át, a szakgimnáziumiak a 60%-át kapják meg állami ösztöndíjként, mindezt a munkaadók tanulószerződési juttatással kiegészítenék 100%-ra. Számos munkáltató ma is minimálbér közeli juttatást ad a tanulóinak, jegyzik meg a munkaadók. Az MGOS javaslata tartalmazza továbbá, hogy a szakiskolai, a szakközépiskolai és a szakgimnáziumi tanulók jogviszonya 15 éves koruktól számítson bele a későbbi nyugdíjba. Kezdeményezik továbbá a tankötelezettség korhatárának 18 éves korra való visszaemelését, valamint a szakma és a pálya alkalmassági vizsga bevezetését. Elszaporodtak a darazsak, erre panaszkodnak a Tolna megyeiek, különösen a szőlős gazdák. A szakember azt mondja, azért van sok ebből a fullánkos rovarból, mert szeretik az olyan elhúzódó, olykor nedves nyári időt, mint a mostani. A lódarazsak egészen októberig aktívak, a többi faj pedig addig jelent veszélyt, amíg le nem hűl az idő 8 fok alá. Hatalmas, mint egy 30-40 kifejlődött lódarazsat tartalmazó fészket szedett ki a rovarirtó egy decsiház fészerének ajtajából még júniusban. Ebből szállt ki az az egyed is, amelyik a ház tulajdonosát megcsípte. A férfi rosszul lett, összeesett, allergiás reakció alakult ki nála, mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani. Ezeket a felvételeket pedig egyik nézőnk készítette egy szüreten. A szőlőben dolgozók azt mondják, végig nagyon figyelniük kell arra, hogy ne nyúljanak bele egy darázsba a fürt leszedése közben. De nem csak a szőlőkben, gyümölcsösökben, a kertekben is sok darázsal lehet találkozni. A szakember szerint ennek az időjárás az oka, és az, hogy a darazsak a meleget, fényt, édes leveket kedvelik a legjobban. Olyan nyár volt most, ami a darazsak számára nagyon kedvezett. Volt benne egy kis nedvesség is, volt sok hosszan tartó száraz időszak, nagy meleg volt, mostani melegek is nagyon kedveznek, és a lódarázs, a német darázs, kecskedarázs, százdarázs, francia darázs, ezek így a legveszélyesebb fullánkos fajok, amelyekkel az ember is találkozik, bizony-bizony a szőlőbe, gyümölcsökbe is megjelennek. Vörös Géza azt javasolja, hogy ne kockáztassunk. Igyekezzünk elkerülni a darázscsípést, mert minél többször szúr meg minket, annál nagyobb a veszélye annak, hogy allergiás reakció lép fel nálunk. Lehetőleg ne nyúljunk bele óvatlanul darázzsal látogatott területre, szőlősládát ne emeljünk föl, csak ha körülnézünk, vagy a szőlőfürtöt ne fogjuk meg, ha csak nem át nem nézzük, hogy van-e benne állat vagy nincs. Ez most a méhecskénél éppen ugyanilyen veszélyes, a szőlőfürtben ők is benne vannak, de nem tudják kikezdeni a fürtöt saját maguktól. A lódarazsak egészen októberig aktívak, a többi faj pedig addig jelent veszélyt, amíg le nem hűl az idő 8 fok alá. Szeptember 21-e az Alzheimer-kór világnapja. A világnap megrendezését 1994-ben kezdeményezte az Egészségügyi Világszervezet támogatásával a Nemzetközi Alzheimer-társaság. Csak Európában több mint 6 millióan szenvednek a kórban, egyes feltételezések szerint a szám 2040-re a 10 milliót is elérheti, Magyarországon 200 ezerre tehető az ismert betegek száma. Épsúlyos-súlyos tekintetében tetten érhető, hogy az agyszerkezete képalkotó vizsgálatokkal hogyan változik. Kandákor István, a Balassa János Kórház neurológus főorvosa mutatja, hogyan változik az agyképe a kór előre haladtával. Átlagosan a betegség 50-60 éves kor környéken ütheti fel a fejét, lassú lefolyású, van, hogy 25 évig is eltarthat. A legfrissebb adatok szerint 65-69 év közöttiek 1,2, a 70-74 év közöttiek 3,8, a 90-es éveiket taposóknak pedig a 35%-át érinti az Alzheimer-kor. Az első tünet az a rövidtámú memóriának a zavara, tehát arra panaszkodnak kezdetben a betegek, hogy elfelejtik a neveket, ismerősöknek az arcait nem ismerik fel. Később ez, ahogy súlyosbodik, egyre inkább az életviteli
az életük megszerzésében is zavart okoz, tehát a közöltözködésükben segítségre szorulnak a WC használatban, eltévednek akár a saját lakásukban is, aztán fokozatosan ez a memória zavar, ez rosszabbodik, és egy idő után sajnos pszichés tünetek, magatartás változások is előjöhetnek. Az Alzheimer nem gyógyítható. Tudományos kísérletek addig jutottak, hogy lassítani tudják a betegség lefolyását, de megállítani, vagy az agyi leépülés folyamatát visszafordítani nem tudták. Az orvosok jelen tudása szerint sok hasonlóságot fedeztek fel a stroke és az Alzheimer kialakulásában, mindkettőben a stressznek meghatározó jelentőséget tulajdonítanak. Zavar is. Tehát egyre inkább ingerlékenyebbé válik a beteg, gyanakvóvá válhat a beteg. Úgy látszik, hogy az elfogadás kiemelkedő szerepet kap az Alzheimer gyógyításában. Mit lehet tenni még a felejtés betegsége ellen? Amit mi magunk megtehetünk, tartsuk kardba az agyunkat, mozogjunk rendszeresen és alakítsunk ki harmonikus életet, melyben a folyamatos tanulásnak kiemelkedő szerep jut. Azt mutatják a vizsgálatok, hogy a családokban az elfogadó közeg nagyban segítheti a folyamat lassulását, mondja Kondákor főorvos. A rendőrség, a katasztrófa védelem, a mentőszolgálat, valamint a közút és a Vöröskereszt közös szervezésében idén is megtartották Tolna megyében a Biztonság hete nevű programsorozatot. A szakemberek pénteken az egyik szekszárdi általános iskolában mutatták meg a kicsiknek, hogy milyen veszélyek lesnek rájuk a közlekedés során, de a gyerekek mások mellett a rendőrmotorokra is felülhettek. Nagyon ügyes, hogy fogjunk kezet, és ezt így kell csinálni mindig. Ajándékot kaptak a legügyesebb gyerekek azok közül, akik a szlalompályán az ügyességük mellett a kressz ismereteiket is tesztelhették. Anyával mindig, amikor megyek biciklizni vagy boltba, akkor leszállunk a zebránál és átoljuk a biciklit, mert ha nem szállunk le és csak átmegyünk, akkor nincs elsőbségünk. A fiúknak a rendőrmotorok tetszettek a legjobban, sokan közülük fel is ültek a kétkerekű szirénás járművekre. Nekem is rendőr az apukám. A Biztonság hete program sorozatot az Országos Rendőrfőkapitányság hívta életre. A Tolna megyei rendőrök a kezdetektől minden évben csatlakoznak a rendezvényhez. Ezen a napon a gyakorló általános iskolában Szekszárdon az egész nap folyamán a gyerekeknek a Biztonság hete keretében megmutatják kollégáim a munkájukat. Így itt vannak a motoros rendőrök, itt vannak a közlekedés rendészetnek a kollégái, baleset megelőzési kolléganők, illetve kipróbálhatják a gyerekek, akik ügyesebbek a kerékpáros pályán a tudásukat, és aki nagyon-nagyon bátor, az a részek szemüveget is felhúzhatja. A rendőrség mellett a katasztrófavédelem munkatársai is a helyszínen voltak. Nekik köszönhetően a gyerekek azt próbálhatták ki, milyen érzés gázálarcban egy füstelteli sátorban sétálni. És ezzel az a célunk ezzel a rendezvény sorozattal, hogy felhívjuk a gyerekek, a fiatalok figyelmét az őket körülvevő veszélyekre, illetve azokra a tényezőkre, hogy hogyan tudják ezeket megelőzni. A Biztonság hete programsorozat rendezvényei szeptember 23-áig tartanak országosan. Fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség Tolna megye útjain hétvégén. Az egyenruhások már pénteken is az utak mellett dolgoztak, rengeteg autóst megállítva. Elsősorban azt figyelték és figyelik szombaton és vasárnap is, hogy mennyien használnak mobiltelefont vagy más a vezetést és a koncentrációt veszélyeztető eszközt utazásuk közben. A hatóság szóvivője azt kéri, senki ne telefonáljon vezetés közben, azzal ugyanis nem csak közlekedési szabálysértést követel, de a saját és a mások biztonságát is veszélyezteti. Felhívjuk minden állampolgár figyelmét, hogy az elkövetkezendő napokban fokozottan ügyeljenek arra, hogy járművezetés közben sem mobiltelefont ne használjanak, sem GPS készüléket, sem egyéb olyan figyelmet elterelő eszközt, amely esetleg őket a vezetésben gátolhatná. Az Újpest futballcsapatával mérkőzik meg szombaton a Bátaszék együttese a Magyar Kupában. A sporteseményre már hetek óta készülnek a játékosok és a hazai klub vezetése is. A szervezők arra számítanak, hogy több mint 2000-en nézik majd a lelátóról és a pálya széléről a meccset. Tavaly októberben készültek ezek a felvételek. A Magyar Kupában a Bátaszék otthon fogadta a Balmazújváros NB1-es csapatát. Szombaton még ennél is jelentősebb mérkőzésre kerül sor ugyancsak Bátaszéken. A kisváros együttes az Újpest csapatát várja a hazai gyepre. Hetek óta készülnek a helyiek. Brecska László edző most minden játékosára számíthat, nincsenek sérültek, pedig az elmúlt hetekben négyen nem tudtak pályára lépni zúzódások és ficamok miatt. A szombati mérkőzésre ezért pozitív várakozással készülnek. Ha álmokról is beszélhetünk, már pedig ugye álmok nélkül nincsen élet, akkor azt gondolom, hogy akár egy nagyon szoros, hát most nagyon bátor leszek,
talán mondhatnám azt, hogy egy kis továbbjutás. De én azt gondolom, hogy a realitásra visszatérve, mert mégiscsak azon kell maradjunk, én azt gondolom, hogy ha ötön belül maradunk, ha az Újpest úgy áll hozzá, akkor az már nagyon szép eredmény lesz. Nem csak a játékosok készülnek a mérkőzésre, a klub vezetése is hetek óta dolgozik a találkozó előkészítésén. Rengeteg, több mint 2000 nézőre számítanak, ezért új parkolókat jelöltek ki a pálya körül. A vendégcsapat biztonsági embereivel, a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen pedig már korábban bejárták a helyszínt. Külön vendégszektort alakítottak ki, a nézőket pedig már délután 1 órakor elkezdik beengedni. Nagyon fontos, hogy bármilyen utánpótláskorú játékos jön le hozzánk 14 év alatti, legyen az Bonyhádi, Pécsi, Mohácsi, vagy éppen a helyi futbolista, az természetesen díjmentesen jöhet be. A Bátaszék és az Újpest szombaton délután 3 órakor mérkőzik meg egymással. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Összeépülhet az új pécsi vásárcsarnok, áttervezett beruházás 3,5 milliárdból. Saját cégéből sikkasztotta a jemeni orvos, egyességet kötött az ügyészséggel. Biztonságos strand, csökkent a bűncselekmények száma a Balaton körül. Milyen költségekkel épülhet meg, milyen méretű lesz, mennyibe kerül a működtetése évente, ezeket a részleteket ismerhették meg az új vásárcsarnokról a pécsi képviselők a Városházán. Az építőipari költségek emelkedése miatt át kellett tervezni az épületet, így egy kisebb, de a támogatási költségbe beleférő beruházás indulhat ősztől. Ez az új pécsi vásárcsarnok látványterve. A beruházás is szerepelt a városképviselő testület előtt csütörtökön. A tervek már régóta megvannak, azonban az építkezés nem tudott megindulni. Ezt kifogásolták az ellenzéki oldalon. Elkészül a teljes kiviteli terv, és a kiviteli terv készen van, akkor kezdünk el vizsgálódni a tekintetben, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Rádöbbenünk, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Hát fel annyi pénzünk van, hogy még kevesebb. Ez számomra egyszerűen fölfoghatatlan, hogy ilyen hogyan történhet meg, mert nyilvánvaló ilyet a versenyszérában valaki az életében egyszer tud csinálni, utána eltűnik a világ, és soha az életben szóval nem áll vele semmi. Ezért áttervesztette az önkormányzat a létesítményt kisebbre. Kérdésként merült fel, hogy ki tudják-e fizetni a helypénzt, az üzletek bérleti díját az őstermelők, kereskedők. Erről készült egy tanulmány. Azzal a 67 millió forintos bérleti díjjal számolt, ami 750 forintos négyzetméterából következik. A díjszabás konkrét meghatározása pedig a holdingnak, vagy a vagyonhasznosító ZRT-nek lesz a feladata, mint ahogy most is a vagyonhasznosító ZRT-nek a feladata. Ezt a 750 forintos négyzetméter árat tartják megfizethetőnek az önkormányzatnál, de ezt az üzemeltető emelheti. Évente 130 millió forint lesz az objektum rezsiköltsége. A képviselők elfogadták az előterjesztést. Döntött a közgyűlés arról, hogy amikor ősszel megindul a kivitelezése a pécsi új vásárcsarnoknak, hogy milyen módon, milyen üzleti tervvel, milyen feltételekkel indítja útjára ezt a programot a közgyűlés. Tehát ennek a működéséről volt szó, a pécsi város üzemeltet, pont a pécsi vagyongazdálkodási ZRT-nk lesz, vagy a hatósítási ZRT-nk lesz az, amelyik ezt a munkát majd el fogja látni. Összesen 7488 négyzetméter lesz parkolókkal, külső elemekkel az új vásárcsarnok. Az áttervezés után 5625 négyzetmétert adnak ki a termelőknek, boltosoknak. A beruházás építési költsége 3,5 milliárd forint. Ezt teljes egészében pályázati pénzből fizetik. Az új vásárcsarnok ötlete még 2015-ig nyúlik vissza. Az építőipari költségek emelkedése megakasztott a megvalósítást. Azonban az áttervezés után most ősztől megépíthető a kisebb méretű csarnok, amit az irányító hatóság is elfogadott. 180 millió forintot sikasztott el saját cégéből az a jemeni férfi, aki ellen vádat emelt a pécsi járási és nyomozó ügyészség. A vádlott az ország több pontján egészségügyi kezeléseket végzett, a páciensektől kapott pénznek csak egy részéről állított ki számlát, a fennmaradó bevételt saját zsebre tette. Ennek oka az lehetett, hogy a férfi nem akart adót fizetni, azonban így különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás miatt kell felelnie.
Ezek a felvételek egy orvosi rendelőben készültek. Hasonló területen dolgozott az a férfi is, aki ellen vádat emelt a Pécsi járási és nyomozóügyészség. Bűncselekménye különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás. A vádlott egy gazdasági társaság ügyvezetője volt, aki az ország több pontján végzett egészségügyi kezeléseket. Az ebből befolyt pénz jelentős részét azonban a vádlott nem fizette be a saját gazdasági társaságának, úgymond a kasszájába, hanem azt zsebre tette, feketén eltette, és ezzel sajátjaként rendelkezett, mintegy 180 millió forinttal nem számolt el a gazdasági társaság felé. Ennek elsődleges oka az lehetett, hogy a férfi nem akarta befolyt összeg után adót fizetni, ami sikkasztásnak minősül. A vádlottal most egyességet köt az ügyészség. Ez a július 1-én hatályba lépett új büntető eljárási törvény szerint zajlik. Azaz, ha a férfi beismerő vallomást tesz, akkor a rákiszabandó büntetés mértékére vonatkozóan egyességet köthet az ügyészséggel. A bíróság ezt követően, amennyiben ezt az egyességet elfogadja, akkor igazából más dolga nincs, mint ezt jóvá hagyja, és azt az ítéletet, vagy azt a büntetést fogja kiszabni, amiben a két fél, tehát az ügyészség, illetőleg a terhelt megállapodott egymással. Ennek nyilvánvalóan az a nagy jelentősége, hogy az eljárásokat le tudja nagymértékben rövidíteni. Ezért a bíróságokon nem kell akár évekig elnyúló tárgyalásokat tartani, így nincs szükség sem bizonyításra, sem pedig a tanúk meghallgatására, hiszen a beismerő vallomás ezeket a folyamatokat tártalanná teszi. Mindezek alapján az ügyészség és a vádlott egyességet kötött. Kiválóra vizsgázott a biztonságos strand elnevezésű kísérleti projekt Siófokon, és jelentősen csökkent a bűncselekmények száma a bűnmegelőzési centrumok területén is. Összességében elmondható, hogy a Somogy megyei rendőrfőkapitányság balatonparti illetékességi területén mindenütt csökkent a bűncselekmények száma. Siófokon az újhelyi strandon kísérleti jelleggel 84 darab értékmegőrző széfet és kamerás megfigyelőrendszert telepítettek a szezon elején a biztonságos strand projekt keretén belül. Az eredmények a szakembereket is meglepték. Ezeken a területeken egyáltalán nem következtek be az egyébként máshol bekövetkező alkalmi lopások, úgynevezett strandlopások, amikor a hátramaradt értékeket törölközővel, pokróccal, ezzel-azzal leterített helyzetben általában azért sok bűncselekmény történik, itt nem volt ilyen. Tehát ez a projekt, ez a fajta támogatás az idejéköző vendégeinek szerintem bejött. Mi azt szeretnénk, hogyha ez folytatódna. Ez természetesen szükség van a települések önkormányzatainak támogatására és a strandüzemeltetők partnerségére is. Évek óta sikeresen működnek a szezon idején a bűnmegelőzési centrumok is, ahol középiskolás diákok látnak el különböző feladatokat hetes turnusokban, az ideérkező turisták biztonságérzetének növelésére. Nekik az is nagyon nagy élmény, hogy segíthetnek valakinek, amikor az elveszett kisgyereket próbálják helyre terelni és megtalálni a szülőket, vagy azt segítik, hogy a nyitva hagyott ajtajú vagy ablakú autóból ne tűnjön el dolog, ez nekik komoly élményt jelent már így magában. Legkevésbé a szórólapot. A diákok túl azon, hogy élvezték a munkát, a rendőrségi szakemberek szerint nagyon nagy segítséget nyújtottak a rendvédelmi szerv munkájában is. Nekünk a szemünk voltak, a füleink voltak, és nagyon szépen teljesítettek ez alatt a 7 turnusban. Ez a 175 főről beszélek én egyébként, és 15 nevelőről, akik itt voltak. Ezeken a helyeken számottevően csökkent egyébként a korábbi évekhez képest a vagyonelleni bűncselekményeknek a száma. A rendőrségi szakértők abban bíznak, hogy a kedvező bűnügyi statisztikai mutatók miatt jövőre még több tóparti település csatlakozik majd a biztonságos strand projekthez, illetve további bűnmegelőzési centrumok kialakításához. A Nemzeti Adó és Vámhivatal új szolgáltatása a Mentor program, melynek keretében a kezdővállalkozásoknak nyújtanak segítséget. Ebben részt vehetnek egyéni vállalkozók, cégbejegyzésre kötelezett, illetve civil szervezetek, valamint ügyvédi és szabadalmi ügyvivő irodák. A program 6 hónapig tart, mely ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ez idő alatt a NAV szakemberei, azaz a mentorok folyamatos támogatást biztosítanak az adózóknak és elektronikus úton, telefonon vagy akár személyesen is segítenek abban, hogy a kötelezettségeket pontosan határidőben teljesítsék. Akár napi kapcsolatot is ki lehet építeni, ez azt jelenti, hogyha például beérkezik egy rossz adatlap, akkor szólnak a kollégák a vállalkozónak, hogy elrontotta az adatlapot, azt hogyan tudja javítani, segítenek a javításban, vagy ha például egy bevallás hibáson érkezett be, akkor is jelzik a vállalkozónak, hogy ezt javítani kell, szintén közre tudnak működni a javításban, illetve hogyha a folyószámlán
olyan adat merül föl, amivel esetleg a vállalkozó nem ért egyet, akkor tudnak folyószámlát is egyeztetni. Végül nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mini bölcsőde, hiába nyertek, nem tudják kezdeni a felújítást Kakasdon. Darázs invázió, ellepték a rovarok a szőlőket, kerteket. Biztonság hete, rendőrök és katasztrófavédők látogattak el egy szekszárdi iskolába. Összecsapás, az Újpest futballcsapatával mérkőzik meg szombaton a Bátaszé. Szombaton egy hideg front halad át az ország felett erős, átmeneti időre viharos erejű széllel, a lehűlés mellett kevés eső valószínű. Vasárnap változékony időre készülhetünk, de már ősziesen alakul a hőmérséklet, csak úgy, mint hétfőn, amikor egy viharciklon érinti hazánkat újabb hideg fronttal és záporokkal. Egy kis érdekesség a híradó végére. Szeptember 23-án hajnali 2-kor köszönt be a csillagászati ősz. Ez az időpont egyben az őszi napi egyenlőség napja. Azaz a Föld mindkét féltekéjén, a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!